Üdvözlöm a Csillámvilág webshopban! Ma megnézzük, hogyan csökkenthetjük és növelhetjük a kosarunkban szereplő termékek mennyiségét. Tegyük fel, hogy Halloweenra készülünk, ezért gyönyörű csillámporokra és festősablonra van szükségünk. A megfelelő kategórián belül válasszuk ki a kívánt terméket azzal, hogy a termék képére kattintunk. Ha metál csillámporból szeretnénk egyet, akkor a terméklapon kattintsunk a kosárba rakom gombra. Nézzük, milyen festősablonok vannak. A Halloween kategórián belül megnézhetjük a gyönyörű Halloween-es mintákat. Szeretnénk egyet az ördög festősablomból. Tegyünk ebből egyet a kosárba. Majd nézzünk körül, mi minden van még a Halloween kategóriában. És válasszuk mondjuk a koponya festősablont. Tegyünk ebből is egyet a kosárba, majd minden egyes alkalommal oldalt a megfelelő kategóriára kattintva ismét visszatérhetünk a Halloween menüpontba. Újabb és újabb festősablonokat vásárolhatunk, és a kívánt mennyiségben a kosárba helyezhetjük őket. Az egyik legnépszerűbb Halloween minta a Halloween tök festősablon, ez fiúk és lányok által is egy nagyon kedvelt minta, amely többféleképpen is kiszínezhető. Ha a lányoknak szeretnénk kedvezni, vegyünk nekik egy ilyen aranyos kis cica arcot. Ebből is tegyünk egyet a kosárba. Mivel tudjuk, hogy sok lány érkezik majd a buliba, ezért vásároljunk nekik egy festősablon szettet, ami direkt a lányoknak szóló mintákat tartalmazza, méghozzá 18 gyönyörű mintát. Ezek azok a legnépszerűbb minták, amelyeket a kislányok a leggyakrabban kértek különböző bulik alkalmával. Például ez a maci, a cica, a virág, a kutya, a szív, a pillangó, ezek nagyon népszerű minták a lányok körében. Tegyünk ebből a szedből többet is a kosárba. Majd fönt a kosár linkre kattintva szerkeszthetjük a kosarunk tartalmát. Nézzük meg, hogy melyik termékből hány darab van a kosárban, és mindegyik mennyiséget a kívánt módon változtathatjuk, növelhetjük vagy csökkenthetjük. Például az ördög festősablomból 10-et szeretnénk, a koponyából 6-ot. Egyszerűen csak a billentyűzet segítségével írjuk át a termékek mellett szereplő négyzetben a termék mennyiségét a kívánt számra. Mivel a festősablon szedből véletlenül túl sok került a kosárba, nincs nekünk 6-ra szükségünk, csak 1-re, hiszen 18 minta van egy ilyen készletben, ezért a 6-ot átírjuk 1-esre. Majd ismét átnézzük az összes mintát. Ha úgy látjuk, hogy minden stimmel ebben az oszlopban, akkor nagyon fontos, hogy kattintsunk alul az első gombra, a beváltás gombra. Ezzel visszük véghez a változtatásokat, ezzel véglegesítjük a változtatásokat. Ha szeretnénk még nézelődni, akkor kattintsunk a tovább nézelődöm gombra, vagy a pénztár gombra, mellyel befejezzük a vásárlást. Vessünk egy pillantást a bevásárlókosarunkra oldalt. Itt láthatjuk a megváltozott tartalmat. Remélem hasznos volt a segítség. Jó festést kívánok!